Szabó Tímával folytatjuk a Párbeszéd társelnökével. Évértékeljük az évértékelőjét, mert hogy elhangzott ez Orbán Viktor évértékelőjével egy időben. És hát röviden úgy fogalmazott, hogy 2016 a gyász éve volt a magyaroknak. Jó reggelt kívánok, én és elég sok párhuzamot állított fel ebben az évértékelő beszédben. Például az egyik az az volt, hogy miközben Orbán Viktor gyerekei külföldi elit egyetemeken tanulnak milliós tandíjakból, addig 170 ezer gyermeknek a WC is hiányzik a lakásából, és sok-sok ilyen párhuzam volt. Például mondjuk az is, hogy a családi pótlék 2008 óta nem emelkedett, miközben Matolcsy György fizetése meg a duplájára nőtt 5 millió forintra. Azon gondolkodtam, hogy ha ez egy korrekt kép és a társadalom többsége is így látszik, akkor tömegeknek kellene ott állni az ellenzéki pártok mögött, látva ilyen igazságtalanságokat. De nem állnak ott. Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy ez két külön dolog, hogy miért nem állnak ott, arról is lehet beszélgetni, meg arról is lehet beszélgetni, ami maga az évértékelő, tehát hogy is áll ma Magyarországon a helyzet, és hogy élnek ma Magyarországon az emberek. Mert ez teljes mértékben kimaradt Orbán Viktor évértékeléjéből, tehát hallhattunk egy végtelenül rosszul megírt és rosszul előadott évértékelőt, ami mindenről szólt, csak a magyar valóságról és a magyar emberek helyzetéről nem. Nem szólt például arról, hogy Mészáros Lőrinc, ugye Orbán Viktor első számú strómanja, mondjuk történetének eddigi legnagyobb árbevételét, 20 milliárd forintot könyvelhette 2016-ban, miközben több mint 500 000 kilakoltatási eljárás indult meg Magyarországon különböző családok ellen. Azért, mert vagy nem tudták fizetni a gázvillanyszámlát, vagy olyan devizahitelbe sodródtak, amit szintén nem tudnak már semmilyen módon fizetni. Tehát azt gondolom, hogy a magyar valóság azért sokkal-sokkal rosszabb, és ezt talán nem csak én gondolom így, hát ennél, mint ahogy igen, Orbán Viktor lefestette. Ő szélesebb perspektívában gondolkodott. Furcsa is volt, hogy azért nagyon nagy része így a külpolitikáról, illetve Magyarország Európában, a világban betöltött szerepéről szólt, és kisebb része arról, hogy milyen a hazai helyzet, és például az ellenzékről egyáltalán nem beszélt. Ez nem biztos, hogy jó hír. Hát én azt gondolom, szerintem Orbán Viktor nem az ellenzékről kellene beszélni még egyszer, hanem az ország helyzetét. Tehát amikor azt mondja a miniszterelnök, Orbán Viktor az ellenfelei támadja egy-egy beszédben, és ezek szerint az ellenzék szerintem már nincs is fönn a térképen. Hát az milyen évértékelő, amikor valakit támadunk folyamatosan. Tehát Orbán Viktor, hogyha azt akarnám mondani, vagy megfogalmazni, amit most ön sugalt, akkor egy világértékelőt tartott, majd esetleg jövő évben egy galaxis értékelőt fog tartani, de az biztos, hogy egy szó nem esik az ország helyzetéről. Tehát tényleg azt, nézzük meg az egészségügyet. Beszélt a miniszterelnök arról, hogy tömegével hagyják el az orvosok az országot, hogy 3000 orvos hiányzik a szakmából. Beszélt arról, hogy a Magyar Orvosi Kamara szerint csak a sürgősségi ellátásból 600 orvos hiányzik. Arról, hogy a rezidensek szövetsége szerint a belgyógyászatokon, a fülorgégészeteken végzős egyetemisták gyógyítják a betegeken. Orvosi felügyelet nélkül beszélt arról, hogy egy magyar ápoló 300-350 eurót keres, még egy szlovák kollégája 700 eurót, és egy cseh kollégája 1400. Ezekről kellene beszélni. Beszélt arról, hogy 5000 ember került a kilakoltatás miatt csak 2016-ban az utcára. Szóval, hogy neki nem galaxis értékelőket kellene tartani, hanem a magyar valóság helyzetét kellene ilyenkor értékelnie. És teljesen érthető, hogy Orbán Viktor ezt nem értékelte, mert elég gyászos képet kapna. Egyébként a Párbeszéd pontosan ezért terített ki, ugye, vagy lógatott le egy 200 négyzetméteres fekete zászlót a Várkert bazárt mellett. Jó, viszont akkor tényleg térjünk vissza az első kérdésemre. Azt mondta, hogy ez egy másik kérdés, akkor most csak erről beszéljünk, hogy ha ilyen gyászos a helyzet, akkor miért nem tud az ellenzék gyarapodni szavazótábort illetően? Hát erre nem biztos, hogy én tudok válaszolni, hogy mondjuk, hogy egy MSZP. Azt én el tudom mondani, hogy a Párbeszéd mit csinál. Tehát amíg Orbán Viktor és kormánya 2016-ban végiglopta az országot, amíg Mészáros Lőrinc Harley Davidsont vásárolt, és ahogy ön is mondta, amíg Matolcsy György fizetése a duplájára 5 millió forintra emelkedett,
Addig mondjuk a Párbeszéd társai, politikusai, aktivistái több tonna tűzifát osztottak ki a rászorulóknak, addig mi több ezer adag melegételt osztottunk ki hajléktalan társainak, ráadásul most már nem is csak hajléktalanok veszik ezt igénybe, hanem például most hétvégén Kispesten 200 adag melegételt osztottunk ki, akiknek csak 30%-a volt hajléktalan. Nagyon-nagyon szomorú a helyzet, nagyon sok rokkant gyerekét egyedülnevelő ember jön ide, és egyébként a Párbeszéd bemutatta Mindenki Számít programját, amiben többek között az alapjövedelem javaslatot is bemutattuk, amit a magyar emberek 76%-a támogat. De valamiért ez mégsem hozzátörés, például ahhoz képest, hogy itt van a Momentum mozgalom, amiről kiderült a múlt héten itt a stúdióban, hogy párttá fognak alakulni, és már is 2%-on méri őket a medián. Hát sajnos 2%-kal sem fog nyerni az ellenzék, és nem fogunk kormányt váltani. A Párbeszéd egyébként pontosan ezért kezdeményezte már októberben az előválasztást, azért, hogy ne alakulhassanak ki olyan helyzetek, mint például ugye, hogy Mesterházi Attila, vagy éppen Kéz Zoltán mondjuk, ahogy Mesterházi Attila fogalmazott, majd tárgyalás útján eldöntik, hogy ki fog indulni. Kire mi azt mondjuk, hogy én nem vagyok veszprémi, tehát én nem tudom megítélni az ő helybeli munkájukat, de én azt gondolom, hogy pont nem tárgyalás úton már megint színfalak mögött kellene ezt leszkanderozni, hanem adjuk vissza ezt a jogot a választók kezébe. Döntsenek ők arról, hogy mi az az all-star, az a szuper csapat, akiket a választók elindítanának pont azért, hogy végre legyen esélyünk legyőzni Orbán Viktort és kormányát, legyen esélye 2018-ban egy kormányváltásnak. Természetesen, hogy részben válaszoljak akkor az ön kérdésére is, ehhez az kellene, hogy minden ellenzéki párt azon dolgozzon, hogy valóban legyen kormányváltás 2018-ban. Mert úgy látja, hogy van, aki nem ezen dolgozik? Vagy ezen dolgozik csak más stratégiával, de attól még elvitathatatlan, hogy kormányt akarnak váltani, nem? Én azt gondolom, hogy kormány csak úgy lehet váltani, hogyha bevonjuk az ellenzéket, bevonjuk a választókat, és bevonjuk azokat az embereket, akik végre szeretnének a politika csinálásban részt venni, de valamiért a kapukon kívül rekedtek. Na most őket valahogy be kell vonni, mert az ellenzéki tortát osztogathatjuk föl alá, hogy most akkor az egyik pártnak van nagyobb szeret, vagy a másik pártnak, de eddig csak egymástak osztogattuk ezt. 1 millió új szavazóra van szükség. 1 millió új szavazót akkor fogunk tudni bevonni, hogyha ténylegesen teszünk egy olyan gesztus a választók felé, hogy igenis rájuk szüksége van az ellenzékre. A Párbeszéd beszélt már Botka Lászlóval? Egyeztetett? Nem keresett minket Botka László. Mi is vártuk az ő megkeresését, másfél hónapja azt ígérte, hogy megkeresi az ellenzéki pártokat, erre még nem került sor. És kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy ha nincs előválasztás, mert pedig Botka László nem előválasztás párti abban a formában, ahogy ezt önök szeretnék, online, személyesen, a 106 választókerületre kiterjesztve, miniszterelnök jelöltre kiterjesztve, akkor itt nincs együttműködés? A Párbeszéd mindenképpen együttműködés párti. Pontosan azért, mert kormányváltást szeretnénk. Márpedig együttműködés nélkül nem lesz kormányváltás. De a választókat be kell vonni ebbe az együttműködésbe. Tehát, hogyha nem lesz valamilyen oknál fogva, mert a nagypártok nem akarnak előválasztást, akkor a Párbeszéd elkezd egy más típusú együttműködést építeni azokkal, akik tényleg érdekeltek abban, hogy bevonjuk a választókat és szélesebb tömegbázist építsünk. Akkor egy olyan új világot kezdünk el építeni, aminek egyébként, vagy amin már dolgozunk egy jó ideje, pont a Mindenki Számít programon keresztül, ami tényleg megadhatja az esélyt a kormányváltásnak. Van még itt egy új, hát nem annyira új, de egyre inkább hangsúlyosabb dolog az ellenzéki pártoknál, önöknél is, hogy mindenkit elszámoltatnak és megfigyelnek. Már hogy ott leszünk és figyelünk, és hogyha kormányváltás van, akkor minden fideszes kis és nagytól vagy, idézem, elszámoltat a Párbeszéd is. Ez praktikusan hogy képzelik el? Mondjuk itt ma reggel már beszélgettünk a TAO programról. Ilyen pénzeket hogyan lehetne visszaszerezni? Hát a Párbeszéd javasolta először, és javasoljuk folyamatosan, és újra benyújtottam egyébként a korrupció ellenes ügyészségről szóló javaslatunkat. Ez az intézmény pont ezt a célt szolgálná, hogy végignézni az elmúlt évek összes közbeszerzési eljárását, ezt egy bírósági eljárás útján végigvinni, és megnézni, hogy tényleg azok nyerték-e a közbeszerzést, akik a legjobb az emberek számára, az adófizetők számára a legelőnyösebb pályázatot nyújtották be.
azok a pénzek jól lettek elköltve, vagy elfolyt korrupciós felára ugye egy jó nagy része ezeknek a pénzeknek. Ugye tudjuk, hogy évente 500 milliárd forint folyik ki a magyar államkasszából. Most is van, és hogyha kiderül, lehet egy akkor új neve, ezt... de attól függ, hogy ki vezeti, és hát mennyire persze, független. Hát persze, Polt Péter munkája egy fillért nem ér. Pontosan tudjuk, hogy itt szükség van egy olyan főügyészre, egy olyan korrupcióellenes főügyészre, erre egy nagyon részletes programjavaslatot már beadtunk, illetve egy országgyűlés elé terjesztendő javaslaton, ami azt szolgálja, hogy egyik párt sem tudja befolyásolni ezt a korrupciós főügyészséget, parlamenti bizottság állítja ezt föl, civilek vesznek ebben részt, tehát teljes átvilágítása, hogyha kiderül, hogy itt komoly pénzeket loptak közbeszerzéseken keresztül, akkor bizony azt a pénzt vissza fogjuk venni, és azok az emberek, akik ilyen masszívan loptak, mint Orbán Viktor slepje, azok bizony Rács mögött fogják végezni. Hát ugye eddig még egyetlen bírósági ítéletünk sincs ilyen témaporban, de ha lesz arról is beszámolunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Egy rövid reklám után majd Hadházi Ákossal folytatja a Kárász. Rövid, tartsanak velünk.